teltek el, és nem változott. Hát arra figyelj, jó folyékonyan meséld. Meséld, de mint kézzel, hogyha valakinek meséled. Az utolsó eligazítások után indul a hangfelvétel. A székelyföldi mondákat és legendákat Esztány Sándor kézdivásárhelyi mesemondó mondja el. Székelyudvarhely határában, a Küküllőn túl magasodik Budvár. Összesen 156 történetet rögzítenek, húsvét tájára lesznek készen. A felvételeket végül 6 hangos könyvben foglalják össze, mindegyikhez egy-egy különleges turisztikai térkép is jár majd. Ez nagyon egyszerű térkép lesz, rajta lesznek a fontosabb útvonalak, hogy a mész le Galamfa fele, hallgatod, hogy Nagy Galamfa Alván, ezek a történetek, és ugyanígy a udvarhelyről mész ki, meghallgatod, látod jobbra a turisztikai objektumot, és meghallgatod magát a mondása legyen. A legendás helyszínekhez számok tartoznak, segítségükkel könnyedén megtalálható és meghallgatható az éppen aktuális monda vagy legenda. Jézus kápolna előtt ugye látszik a térképen, hogy 6-os gombot meg kell nyomni a CD lejátszón. És már is indul a helyszínhez köthető monda. Székelyudvarhely határában, a Küküllőn túl magasodik Budvár. És ez ennek a célja egy picit közelebb vinni ezeket a helyszíneket a turistákhoz, felkelteni az érdeklődéseket, álljanak meg és látogassák a helyeket. A székelyföldi legendárium ötletgazdája már is egy újabb hiánypótló kiadványt szerkeszt, amely Gyöngyösi János rekonstrukciós rajzai segítségével a letűnt székelyföldi várak és erődök világát mutatja be.